hogyha a napi rendi pontokkal egyetér, először az ügyrendi bizottság, utána pedig a bizottság elfogadja a napi rendi pontokat, azt kérem készfelmetesre szavazom. Köszönöm szépen, ellenére, mint tartozatos nem volt, a pénzügyűlőség is megszavazta, úgy láttam, utána elfogadták. Az első napirendi pontunk előterjesztés az önkormányzat 2021-i költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Én nem tudom, polgármester úr vagy ügyvédi szakemberről akar-e valamit hozzátenni, mondani? Van valami kérdés, akkor van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? Ez visszatérő gyakorlat szerint. Napirendi pont. Hál' Istennek úgy láttam, hogy sok visszafizeti valami nincsen, inkább csak érkezett pénz. Van ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Most akkor én megkérdezem a ügyrendbizottság tagjait, aki elfogadja a napirendi pontot és elfogadás javasolja ezt készfelmetesre szavazzon. Köszönöm szépen, pénzügyi bizottság tagjai elfogadták. Köszönöm szépen. Másik napirendi pontunk. Előterjesztés az önkormányzat 2022-i költségvetésre szóló rendelet megalkotására. Ezzel kapcsolatban esetleg polgármester úr, van-e valami észrevétel? Igazából itt is, hogyha van két szokott, szívesen válaszolunk. Alapjában végre mindig ugye azt szokott lenni, hogy inkább kevesebbet tervezünk, inkább előkosan állunk hozzá az évnek, hogy ha valami plusz pénz, akkor legyen inkább az önkormányzatnak egy kis mozgástere. A mai költségvetés az ettől sokkal nehézkesebb volt. Az idejében azért viszonylag kevesebb dolgot kellett elhagyni. Hát én azt gondolom, hogy mondjuk 56 millió forinttal többünk lett volna, akkor úgy boldogabbak lettünk volna. Tehát vannak olyan dolgok, amik kimaradtak, de hát nyilván ezt majd meglátjuk, és ez mindig az évközben szokott alakulni, úgyhogy reméljük a legjobbakat. Egyébként meg intézmények szerintem ahogy kell működnek. Pályázatoknak az önerejét tudjuk biztosítani, amiknek nem kellene, azokhoz is azért közbeszerző műszaki ellenőrzés, tehát vannak azért olyan pénzek, amelyeket oda kell tenni, nyilván valahol közműterjesztők is szükségnek. Hát ezt mindig tudja az önkormányzat biztosítani, szerintem egyenlően így évelején ez a legfontosabb, de hát ez nyilván mindig vissza fog jönni a testülettel, és mindig látjuk, hogy az aktuális haladás, illetve azt, hogyha esetleg jönnek pénzek, vagy nem. Van-e valakinek kérdése? Észrevétel, vélemény? Esetleg gondolkodtok annyit, hogy tényleg azt látom, hogy egy további nagyon takarékosan, és azért figyelembe véve ezt a jelenlegi gazdasági és vírusos helyzetet is tervezni, minden esetre nagyon örülünk azoknak a pusztítéknek, amelyek most lehetőséget adnak azoknak bővítésére, intézmény felújítására. Ez egy nagyon jó dolog lesz. Biztosan szűkös a költségvetésünk, de hál' Istennek mindig addig nyújtózkodunk, amit a takaróért. Én sem találtam benne olyan dolgot, amire úgy gondolom, hogy nem tudnák. Nem magamtól a választ, hogy még egyszer megkérdezem, és ha nincs, akkor a ügyrendbizottsági szakra egyetlenül a napirendi ponttal az egyeztetés. Köszönöm szépen, ellenvélemény mint tartozás nem volt a pénzügybizottság részéről. Köszönöm szépen, pénzügybizottság részéről, és megkérdezik, jó, ellenvélemény mint tartozás nem volt elfogadva. Harmadik napirendi pont, ez egy visszatérő téma, a beszámoló civil szervezetek 2021-i tevékenységéről. Talán a könnyű dolgunk, már mindig szívjára sajnos, mert nagyon kevés civil szervezet működött igazán, ahogy kellene, azért voltak jó példák, és nem tudom, ezzel kapcsolatban valami kérdező, plusz kérdésztői való van-e. Mindenki rendesen elszámolt, akik az önkormányzatok már ilyen támogatást kellett. Nyilván ennél voltak valamilyen civil szervezet, aki működött, tehát pályázatokon szép eredményen kapulhatott el, és plusz forrásokat tudtam a működésébe, nem nyílt a jövőre, és természetesen mondták, hogy a helyzetre való tekintettel, és
előnyelők nem is kérnek az önkormányzatot, mert látták, hogy mi se vagyunk sokkal jó helyzetben, nem is kérnek hozzájárulást. Gondolom azért az ebben az évben már fognak, mert láttam a pályázatokat, tehát de, hogy hátra egy kicsit már a következő évben több civil szervezetnek az elszámolását kell végigolvasunk. Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel, azt hiszem, hogy tényleg a civil szervezetek között az tessékesen elszámolt, és tényleg a működéssel használta fel a közelébb énközközöket. Köszönöm szépen. Ha nincs kérdés vélemény, akkor megkezdem az ügyelműzőtság tegetek egyeket a napirendre kontálni összeves tárlatban. Ellenvélemény tartózkodás nincs, pénzügyigazadság. Ellenvélemény tartózkodás így sem volt egy megjárulhatók. Egyedik rakvérdépont, beszámoló a Nyíltelek a Polgárőr Egyesület, a Varnakosi Polgárőr Egyesület és a Nyíltelek és Sport Egyesület 2021-i tevékenységéről. Tulajdonképpen ezek is egy civil szervezetek, de tudjuk, hogy külön másfajta módszerrel kapják a támogatást. Remélem elég volt, biztosan a Polgárőr Egyesület elnök az mindig azt mondja, hogy biztos, hogy kevés, de azért nem vagyunk tehetetlenek. Van esetleg ehhez kapcsolatban? Hát ugye, hogy csak a számokat nézzük, akkor igazából hozzá tudni mondunk nem, hogyha nem a számokat nézzük, akkor ugye nagyon sajnálatos, és hogy a Vajdakosi Polgárőr Egyesületnél új életet szeret választani, valamilyen a személyével, ennek nyilván van túlzsigalási halála volt. Azokat, a Nyíltelek Polgárőr Egyesületnél meg jól mondom, és tudom, hogy mi ez a 600.000 forint, ez töredék az új költséget, és ugye végén is, sikerült pályázaton több mint 2 millió forintot nyerni, tehát én azt gondolom, hogy a polgárőrség nem ebből a 600.000-ből, hanem jóval többből működik. A sportegyesület meg én azt látom, hogy most került abban a helyzetben, hogy kiszámítható, nyugodt körülmények vannak, jó körülmények vannak, ez látszik az eredményen is. A csapat is viszonylag egységes. Bízunk benne, hogy megmarad. Hát, nyerik a meccseket, úgyhogy ennyit tudnak tenni. Én azt mondom, hogy az eltállásat mind a 3-at nem dolog. Köszönöm szépen. Vélemény, kérdés, kiegészítés. Nincsen, aki a napirendi ponttal egyetért, egy ügyelőtés részéről kérem, hogy szavazunk. Ellenvélemény tartózkodás nincs, pénzügyi bizottság részéről. Ellenvélemény tartózkodás nincs, meg a megcsinálás. Előkeresztés az önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó szerződések megtartására. Hát ez. Erre utaltál, hogy itt a három külön szerződésről van szó, hogy önkormányzati feladatokat látta, és ennek következtében külön szerződéssel, és ők számláznak nekik, és ennek következtében a támogatásra. Ezért más egy kicsit az ő. Kérdés, észrevétel, kiegészítő, nincs. Köszönöm szépen. Ügyelendi bizottság részével egyetett a napirendi ponttal. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság egyetértettek vele. László, te is egyetettek, bocsánat. Elnézést, hogy mondasztál, igen. Következik a 6. napirendi pont, előterjesztést a polgármester 2020-ig szabadságozási terménynek, ütemtermének kormányására. Hát az egy ilyen kötelező napirendi pont, bízunk benne, hogy ki is veszi polgármester, vagy ki tudja venni polgármester a szabadságát. És kellően ki tudja pihenni magát, aki nekünk parancsolsz? Jaj, nektek nincs, akkor ez csak az ügyelmi bizottság, akkor egyetért a napirendi ponttal, azt kérem készfenyítását szavazom, köszönöm szépen. Akkor mehetünk tovább, nekünk a 7. nektek nem tudom, megvan ez. Előterjesztés a Nyíltelek Város Önkormányzat 2022 évi összesített közbeszerzési tervének próbálására. Ez egyfajta kötelező napirendi pont. Nem tudom, hogy esetleg kiegészíteni. Általában nyugodtan szoktuk elfogadni, és ezt mindig frissítjük, mindig amikor belekerül valami. Most látszik is, hogy egy 109 millió belkerül a felújítása, ami ugye több az a törvényben jó, hogy ezt a tanács Széchenyi, minden József Attila, ezt a Kölcsei utcát, a Lácit is érinti, úgyhogy igyekeztünk úgy összerakni, hogy a település egész szerkezetét érintse, és azokat az utakat
főképp, amelyek a legrosszabb állapotban vannak. Ez már belekerült ebbe a felbe. Tehát reméljük, hogy ez még bővülni fog. Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel, amennyiben nincs, akkor kérem a ügyrendőrzottság tagjait szavazni. Igen, köszönöm, hogy hangul a megállapotom. Pénzügyvizottság naprendi pontja volt ez nektek? Igen, akkor kérem a pénzügyvizottságot, hogy kapja egyetek a legyőzés készülőkáshoz. Köszönöm szépen. Adok arra, térjünk már vissza a tiánk alatt. Következik a nálam a 8-os peperendi pont. A belügyminisztérium által írt Mirkelek város önkormányzatú és útfelújítási feladatainak támogatásával elnevezett pályázat projekt közbeszerzési feladatának ellátására ajánlatot meghívására. Ez bocsánat, egyszerű következtetés vagy következmény annak, amit már mondtunk, meg beszélgettünk a költségvetésben. Van ezzel kapcsolatban kérdés? Mondom, hogy jegyzőjük megnézték, akiket meghívunk. Aki egy elfogadja ügyrendőrzottság részéről, az tenyen széles panaszunk. Tartózkodás ellenére még nem volt pénzügyőzottság részéről. Legalábbis, hogy itt is elfogadtuk. Nekem a 9-es napjelenti pont előterjesztési hitelek város önkormányzata. Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a vidék térségében. Külterületi helyek, közutak fejlesztése, bocsánat, azon apót nem látom ezt sem. Megnevezésük, kócán pályázat megtárgyalására, hát kidobogtam. Nem tudom, hogy ezek a csapban van valami. Volt már ezt testület előtt, beadtuk, de nem értik el azt a megfelelő számot, úgyhogy átdolgozunk, és még február 28-ig újra be lehet adni. Beadjuk újra, nyilván az ömeleje az megvan, és akkor várjuk a kedvező elbírálást. Ez első a külterületi? Itt össze volt szedve egy vadlapot kérdésre, akkor nem, nem, Bedőkókor, amit érintenek, Dankókókor, amit érintenek, Kossuth utca, amit érintenek, 19 helyrajzi számban összeszedve, és 19 helyrajzi számban ebben benne, de azután nem tudom felkoltatni a hármat. Jó, köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdésnek az a... Nincsen? Akkor kérem szépen az ügyrendőrzottság tagjait, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. A ügyrendőrzottság tagjai szintén egyhangulag elfogadva. Köszönöm szépen, hogy végére értem, nem tudom nektek valami. Kértek a pályára. Akkor mondjam én? Hatos, előterjesztés a Nintesz a Non-Profit Kft. 2022 évi üzleti tervének elfogadására. Szerintem nyugodtan a üzletbizottság tagjai is hozzászólhatnak. Bízunk benne, hogy ez a covidos időszak el fog múlni, és akkor a közművelőt is be fog indulni, vagy legalábbis úgy fog indulni, és lesz már egy nagy vezetője is, és településen a utolási érdekében jó. A pénzügyvizottság tagjai, kérem, hogy ha elfogadják, akkor legyenek szívesek szavazni, és köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadták a 7-es tapirendjükön. Az önkormányzati intézményként magasabb vezetői illetőinek megállapítására tapirendi pont. Ez is visszatérjük. Ugye most megmutatkozott, hogy
mi az, ami érintett. Bizottsági szinten ez sűrű, de egyébként meg a másik oldalon, aki ezt kapja, ő meg úgy értő Ripka. Na, akkor azt hiszem, ezek után akkor kérdezni magam a hát. Véleménye észrevétele. Ha nincs, köszönöm szépen, akkor kérem a pénzügyi bizottságot, hogy szavazzon ezt a hatrendi pont elfogadásáról. Nem kell szavazni, hát, akkor az nem jelent. Igen, igen. Érintettséget. Érintettséget, de köszönöm szépen, tehát ezt is egy nem tudom. Végre ez. Egyébek alatt sem. Na, bocsánat. Mondtad, hogy egyébek alatt van-e valakinek, neked többieknek. Akkor köszönöm szépen, Bejtárt. Nagyon bőrök. Sziasztok. Köszönöm szépen. Köszönöm.
de maradjunk annyiban, hogy csak egy tervezet. Mindenki maradt meg annyit, amennyit mond az önkormányzat működtséges születnek, hogy most a végén tud belőle hajtani. Én ahogy mondtam is a bizottság ülésen, nyilván egy kicsivel több pénz jó lett volna. Így szűkösebbek a keretet, de azért dolgozunk azon, hogy pályázatokkal megnöveljük ennek a fő összegét. Én azt gondolom, hogy most addig dolgozhatunk, amennyire takarunk ér. És szerintem ez így is helyes, nem haladjuk túl magunkat, mert sokkal rosszabb valamit visszavenni, mint kihagyni az elején. Ezt is a pénzügyi és az ügyeményügyi. Hasonló gondolatokkal fogadtuk el mi is, a napirendi pontot is elfogadásra javasoljuk. Takarékosan, de biztosan. Köszönöm szépen, és itt még volt egy ügye. Itt ez a 109 millió, hogy kitaltam arra, hogy vannak olyan pályázatok, illetve a pályázatok már részében benne van az, hogy akkor a közreműködők, tehát azok, akik mondjuk a közbeszerzést intézik, műszak elnevezést, tehát ezeket intézik, azoknak is a költségekbe van építve. Ez egy olyan pályázat volt, ami nincs. Ez a 109 csak útra használható, tehát itt az önkormányzatnak kvázi önerőként hozzá kell rakni most egy műszaki ellenőrt, illetve hozzá kell rakni egy közbeszerzőt, hogy akkor a törvényességnek megfeleljünk. Én azt gondolom, hogy nagyságrendekkel kevesebb lesz, tehát erre mi terveztünk, úgyhogy bármikor ennyit hozzáraknánk, hogyha kapnánk ki mindezt. Még ennyi kiegészítések voltak. Esetleg kérdés észrevétel, amennyiben nincs, akkor ennek a napirendi pontnak a vitáját lezárnám, és akkor mielőtt szavaztatnék, azért itt inkább szavaztunk, akkor azt mondom, aki támogatni tudja, az kérem tiszteltartással jelezze. Köszönöm szépen. És akkor ennek a napirendi pontnak ugye lenne a lábjegyzete, hogy ugye amikor elkezdtünk 2014-ben költségvetéseket készíteni, akkor volt egy olyan furcsa helyzet az első időszakból. Tulajdonképpen volt egy időszak, amikor nem volt olyan ember, aki készített volna a költségvetést, és az önkormányzat nem volt Orvosi Hivatalban. Most már azért elmentette magáról 3-4 ember, hogy készített költségvetést, és mellette volt az ügynek. Ez volt az első, úgyhogy szerintem egy ő fogja érteni, a többiek nem, de nyilván én azt gondolom, hogy egyik mindenképpen megérdem az én részemről, és akkor így nem szaladtam túl a költségekkel se. Harmadik napirendi pont, beszámoló a civil szervezet 2021-es évi tevékenységéről. Négy civil szervezetet érintett ez, és mindannyian rendben elszámoltak a rákvizet önkormányzati támogatással. Szintén megtárgyalták. A bizottságig megtárgyaltak és elfogadták, és akkor én a sajnos vagyok. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor azonban hogy el is szavazhatunk, aki támogatni tudja, ezt kérem tiszteltartásra jelezni. Köszönöm szépen, tartózkodásra jelezni, nem volt, mert azt mondom, hogy elmondjuk elfogadásra volt. Önkormányzatok, önkormányzati feladatokat ellátó egyesületek beszámolói. Itt a két polgári egyesület, a Nyíltelek és a Vajdalaposi, illetve a Sport Egyesületnek a beszámolói van, mint akik szintén találjuk bíznak pénzzel az önkormányzat irányába teljes mértékben át tudjuk számolni. Ezt is mindig bizottság tárgyalta. Igen, a bizottságok megtárgyalták, köszönhetek a felfogadási jóságra. Köszönöm szépen. Kérdés észrevétel esetben? Amennyiben nincs, akkor a napi rendi pont vitáját lezárnám, és a képviselőtestületnek elfogadásra javasolnak lenne. Napi rendi pontban foglaltak a tárgyalatot, és ugye ezt kérem kézfeltartásra. Köszönöm szépen. Tartózkodásra a szavazat. Minden volt. És akkor ugye negyedik napi rendi ponthoz szinte szervesen kapcsolódik, mivel hogy a sportegyesület, a polgármegyesület mindkettő elhozott számon, ennek következtében jogosultak is a következő év, tehát a 2022. évi
szerződés megkötésére, amelyben ugye a pénzösszeget a tavalyi évhez képest nem változtak, de reményem szerint pályázattal ezt tudják bővíteni mind a három egyesület. Ez szintén mindkét bizottság megtárgyalta és kialakította a véleményét. Igen, mindkét bizottság megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolt. Köszönöm. Kérdés észrevétel az elmaradásról, nem? Amennyiben nincs, akkor én javaslom a napirányi pontban foglaltak elfogadását, aki támogatott, hogy azt kérlek észrevétel. Köszönöm szépen. Tartózkodás. Ennek szabadat. Következő napirányi pont a 6-os. Ez pedig a nyíltan szólítható KFT 2022. évünkben tervét foglalja magába. Nekem személyen megjelenésem lenne ez, örülöknek, hogy a KFT, tehát ugye a non-profit, de azért nem kezd olyan világban nem, hogy profitot is termel, van olyan pályázat, ahol mint kivitelező, ők nem önkormányzati pályázat, és mindig be tud kapcsolódni, és dolgozik, ez szerintem nagyon előremutató. Mi a kérdés, hogy bérül? Úgy nézte rá, mint hogyha olyan dolgot mondanék, ami... Nem. Jó, köszönöm. Jó, rendben. Tehát én azt gondolom, hogy... Akkor lehet nézni. De már nem sőt. Tehát én azt gondolom, hogy ennek szellemében én ennek nagyon-nagyon örülök. Ezt a pénzügyi bizottságnak. Én pénzügyi bizottság tárgyaltam, hogy elfogadt és elfogadás javaslatban. És csak két-három szót, hogyha már nálam van, akkor a szó. Hogy én azt is nagyon nagy elismeréssel látom, hogy mondtad, hogy non-profit, vagy volt, de profitokat is termel, hogy például nagyon sokat fejlődött az étel készítés és étel kihordás, meg étel ügye. Tehát egyre többen úgy tapasztalom, hogy egyre többen rendelik meg az ebédet, és ez nekünk is jó, tehát akik megrendelik, azoknak, tehát nekünk is a cégnek is jó, mert ugye természetesen minél többet termelünk, annál többet jön a bevételből is. Hát, attól mondjuk, tudja, hogy vannak még néha problémák, kihordása, de hát ez biztos, hogy előbb ki tudjuk kiküszöbölni. Azért ehhez annyit hozzáfűznék, hogy alapjában végül igaz minden, amit elmondtál, csak egy kicsit okszállít a történet, hogy mivel veszélyhelyzet került kihirdetés ennek következtében a normálhoz, tehát a nyersanyag normálhoz nem lehet hozzányúlni. Két éve nem nyúltunk hozzá, és ennek következtében a nyersanyag árat az eléggé elmentek. És amikor a veszélyhelyzet rá fog múlni, és nyilván itt az idős otthonnál is, az idős otthonnál azok, akik más fajta ételt kérnek, és azoknak azért teljesen más ára van, ahhoz biztos, hogy amikor a veszélyhelyzet elmúlt, akkor hozzá kell majd nyúlnunk. Nyilván azért, hogy a nyersanyag normát a megfelelő árszintre hozzuk, tehát ahhoz igazítsuk, ami a valóság. Úgyhogy termel profitot, de most nem annyit, mint amit szeretnénk. Az a profit termeléssel kapcsolatban kaptam fel a fejemet, a non-profit KFT mindenféle ilyen költségkedvezmény, illetékes egyik költségkedvezményekben részesül eljárások során, és ennek ugye egyik feltétele, hogy ne legyen befizetési kötelezettség a költségvetés felé, tehát mondtuk, hogy profitot termel, erre kapcsolatban a fejemet, hogy nyilván, hogy jól gazdálkodik, akkor ugye az így keletkező bevétel gondolom saját tevékenysége, saját fel tudja használni neki, hogy nevezítse ezt a lehetőséget. Én ezt úgy gondolom, hogy ha profitot termel, akkor nekünk annyival kevesebb. Nem a számítani törvény szerint a profit. Így van, tehát nekünk annyival kevesebb működési költséget kell hozzátenni, és az önkormányzatnak annyival kevesebb kiadás, de én azt hiszem, hogy ha nekünk az kevesebb kiadás, az olyan. Csak ezért kicsit ez jó, rendben, láttam a szemedben, hogy ez biztos, hogy kérdés lesz a vége, tehát de nem baj ez, nem az idő is. Rendben. Köszönöm. Más egyéb észrevétel? Amennyiben nincs, akkor én javaslom, hogy én ezt mondom, hogy felhívjuk, hogy a 22. évű üzleti tervét fogadja a képviselőtestület, aki ezt támogatja, hogy ezt a képviselőtestületet ezzel. Köszönöm szépen, hogy a tisztelésre nem szeretett. Következő nap
önkormányzat életmények magasabb vezetőjelmények, ami kikorja a 2018-ban egy decemberi ülésen volt, és azóta bizony nagyon sok idő eltelt, illetve a bérek is mindenki látta, hogy nagyon sokan változott, és ennek következtében én azt gondoltam, és azt javaslom, hogy minden intézményvezetőnek, illetve a KFT igazgatóját is emeljük meg a bérek. Én 2018-ban most is annak vagyok a híve, hogy mindenkinek azonos mértékben, és ezt is tartalmazza az előterjesztést. Ezt az üzleti bizottság elnöke a pénzügyi bizottságban meglátogatta. Hogy van is, hogy minden egy általában is a szépen. Ezzel kapcsolatban kérdésre rákanálva. Amennyiben nincs, akkor a pénzügyi konfliktáját bezárnám, és javaslom, hogy a képviselőt, hogy annak a fogadókat. Nyilván mindig meg szoktuk köszönni az intézményvezetőt, meg valaki igazgatónak a munkáját, most is megköszönjük, de reményünk szerint most a köszönöm, hogy kicsit jobban fognak örülni, ha a menet, mint máskor. De ha nem, akkor maradhatunk a köszönöm, mert ugye nekünk sokkal köcsét nem érni. Viccet például maradjunk akkor a 8. napján, utánnál, ami magában ugye érdekes napirányítunk a 2022. évi szabadságolási ütemtervben. Ügyeleti bizottság megtárgyalta. Igen. Az ügyeleti bizottság megtárgyalta és elfogadási javaslója nap egyik pontot a törvénynek. Elég nehéz napirányítani. Igen, én is azt gondolom, főleg betartani, de meglátjuk. Jó. Más ezzel kapcsolatos kérdés észrevétel van, amiben nincs, akkor én a napi rendőrnek a vitáját kérdelem. Aki támogatni tudja, a napi rendőrnek foglalkozat kérem készfeltartásra érdekel. Köszönöm szépen, hogy a kérdésnek egy hónap elfogadásra. Jó, 9. napi rendi pont, az pedig a 2022. évi összesített közbeszerzési terv. Ami általában ilyenkor ugye teljesen üresen szokott elénk kerülni, nincs azzal semmi baj, most már nem teljesen üresen van, hanem hirtelepváros önkormányzat hirtelepvárosi területének támogatása nemzeti korától az már belekerült, úgyhogy ennyi tartalmaz a hátoldalán a mellékre. Ezt is megtárgyalni a bizottság és elfogadása a jófélyen testületnek. Ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel, amennyiben nincs, akkor a napi rendi konfliktáját lezárom. Kérem, hogy segít a útot, hogy a napi rendben foglalkozat támogassák, aki ezt készfeltartással vezze. Köszönöm szépen. Ehhez kapcsolódik a tulajdonképpen a közbeszerzőnek még nem a kiválasztása, csak azt, hogy kik azok a közbeszerzők, akik ezt a feladatot tudják látni, itt három gazdasági társaságon felsorolva, a jegyző úr mindenkit leellenőrizte, mindegyik alkalmas, a feladatban mindegyik rendben van, úgy jogi, mint gazdasági téren, tehát mind a három, ha a képviselőtestet majd ön, nyilván a legkedvezőbb árajánlott elő fogják fogadni, de bár mégis adja, semmi nem akár nem fog felmerülni vele szemben. Igen, mint a bizottság megtárgyalta, és elfogadása javasolja a tenni pontot a testületnek. Köszönöm szépen ezzel kapcsolatban, hogy és észrevétel van-e. Amennyiben nincs, akkor én javaslom a képviselő testületnek, hogy a napi rendben foglalatokat fogadja el. Aki ezt támogatni tudja, azt kérem készfeltartást. Köszönöm szépen, tartózkodás. Ez nyíltelen külterületi utak fejlesztésére kiét pályázat, amit beadtunk, de be kell mondani, hogy nem ütöttük meg azt a mércét, amelynek következtében támogatható lett volna a pályázat. Néhány ponttal maradtunk csak el, de
jegyző úrral átmentünk olyan településre, ahol nyertek, pontosabban tudták a dolgokat, és akkor adtak egy instrukciót, ami következtében az államkincstártól lekértük azt a pontozó lapot, amelynek következtében megnéztük, hogy melyik volt az a pont, amiben nem kaptuk meg a megfelelőt, és akkor még az államkincstártól ilyen hivatalosként, ugye ez két pontozónak, bírálónak küldik el, ott is összevetettük, tehát voltak maximális pontozók, volt, ahol meg szerintünk ideálisan kevesebbet adtak, ezeket igyekszünk átdolgozni, és ezt mivel az ütemekbe lehet beadni, most még újra be fogjuk adni. Igazából nagy változás nincs benne, én azt gondolom, hogy valójatos, az mindenképpen fontos lenni, mert kültelet útként van, és ott melegehengerek aszfalttal lenne ellátva, bedőbokkal tekintetében, bankobokkal, felsősorok és kusulica tekintetében ott pedig út alatt képződne. Már csak azért is, mert ugye ezek, amiket most felsoroltam, mivel ahol volt aszfalt út, ugye ott egy burkolatfelújítás van, az összes többére pedig út alatt van, tehát egyik sem engedély köteles, ennek következtében, ahogy összeadta a Szabó Ülő képviselőtársunk az anyagot, így szerintem helyes is, és tudunk is vele haladni, amennyiben a második körben sikereket teszünk. Ezt is megtárgyaltuk. Igen, megtárgyaltuk is. Tetszésünket fejeztük ki, és elkezdődik a sorítani a kérdéseket. Köszönöm szépen. Kérdés észrevétel van-e? Amint nincs, akkor én javaslom a napi rendben foglaltak elfogadását, aki ezt támogatja, tudja, kérem készfeltartásra. Köszönöm szépen. Tartózkodás. Nem volt meg a kérdéseket. Egyebek tekintetében én csak egy dolgot szeretnék megemlíteni, és utána az átülést szeretnék majd elrendelni. Itt az egyebek tekintetében arra gondoltam, bár erről nem hozunk határozatot, mert hogy majd kidolgozzuk, csak szeretném a képviselőtestületet megszolgáztatni egy ilyen téren. Én azt gondoltam, hogy ha az idősekre odafigyelünk, és körülbelül 2 millió forintnyi összefélt lejándék csomagot kiosztunk nekik karácsonykor, akkor nekem van egy olyan gondolatom, hogy figyeljünk el azokra is, akik ebben az időszakban gyereket vállalnak, és én más településekben megvan, őszintén már láttam, ilyen kis csomagot állítanak össze, ami rajta van a település logója, néhány jókoka kis állatka, amiben egy kis belenkázoltáska, törölközőnek hasonló, tehát hogy nem egy olyan kis csomag, amit azok, akik itt nyíltelken születnek, újszülöttek, ezt a csomagot megkapnák. És ennek a csomagnak mindig lenne az összértéke 20 ezer forint. Én Zsuzsától kértem segítséget, itt a védőnek összeírták, hogy ez éves szinten hány gyerek születést jelent. Most számokat nem akarok mondani, de ha visszagondolok, az utolsó 3 évben az átlag nem haladta meg a 80-at. Körülbelül 80 szokott lenni, 76 volt talán a legkisebb, 80. 4-5 volt a legtöbb, hogy megnézzük számszakilag, akkor igazából nem egy olyan nagy költség. És én azt mondom, hogy azoknak, akik gyermeket vállalnak, hát nyilván egy alvás hiányon kívül más gondjuk is lesz. Én ezt javasolnám, hogyha nem tudom, hogy ebben kezdjek el utána menni és egy ilyen csomagot összeállítani, és akkor testületileg hozzunk egy ilyen javaslatot. Mi a vélemény erre a képviselőtestület? Én a magam részéről mindenképp örömmel tartanám, ha lenne egy ilyen is nálunk. Nyilván a másik, a lelki része, az meg mindenképpen szerintem az is fontos lehet. És akkor azt gondolom, hogy lesz egy ilyen kis emlékük, egy kis ajándékcsomag formájában. És hogy miért nem gondolom, hogy... Tehát akkor elvileg azt mondom, hogy ha mindenki bólít, akkor élnek utána fogok felni. Azért nem szeretném, hogy hozzunk egy döntést, mert ugye változtatom a szabályok, hogyha jól gondolom, és ugye az egyedülőben nem lehet már döntést hozni.
hanem amiről döntést hozunk, azt mindegyiket napirendi pontra kell lenni. Ez egy szóval ennek következtében. Csak azon hogy szeretnénk kérdezteni, hogy igen népszerű ez is, számtalan önkormányzatnál van ilyen, sőt még az is előfordul, hogy bizonyos térképendő védőoltásokat kifizet az önkormányzat, mint a rotavírus elleni cseppnek, amiért fizetni kell. És akkor azt úgy szeretik a fiatalok, ha már tenni egy ilyen induló. Én is azt gondolom, tehát most nyilván vannak olyan egyszerű dolgok, hogy kifogó, törölköző, kis pelenkázódás. Tehát ezek olyan alapvető dolgok, amelyeket így is úgy is meg kell venni, mert nyilván egy törölköző, hát ezt a szorú eszközt nem lehet annyit venni, hogy az emberben. Tehát én ennek a gondolatom nyilván amelyet. De ezt is benne lehet építeni. Nincs ez más probléma, bár ugye most az oltásoknak a cseppek tekintetében is nem tudni, hogy ki. Én csak ilyen vitaindítom, hogy nem sorolom, gondolkodtam. Jó, én tulajdonképpen ennyit szerettem volna az emberben. Köszönöm mindenkinek a...